hajtogattunk, hajtottunk, én úgy gondolom, hogy meccsben voltunk, partiba voltunk. Kár volt a végén azért a két-három hibáért, főleg az utolsó bekapott gólért. Úgy gondolom, hogy jó meccset játszottunk, én nagyon-nagyon csalódott vagyok, és nagyon-nagyon sajnálom. Én úgy gondolom, hogy eddig, amit láttunk a dán csapattal ezen a VB-n, én számomra magasan a legjobb csapatnak, mint a legjobb játéknak. Én úgy gondolom, hogy a mai nap fogható lett volna ez a mérkőzés, partiba voltunk. Nagyon fáj ez a megint egy vagy két gólos győzelem, ugyanaz, mint az olimpián, de ebből is mutatja azt, hogy jó csapat vagyunk, partiba vagyunk a világ legjobbaival is. Ezen kell az utolsó 5-10 percen változtatnunk, és akkor megvagyunk. Igen, az első fél idő nagyon gyengére sikerült, rengeteg gólt kaptunk, és pont abból, amire elvileg készültünk, vagy számítottunk, hiszen az a dán csapat rendkívül gyors, és rengeteg lerohanást, gólt szerzett nekünk is, és a tornán végig szinte minden csapatnak. Mi is belestünk sajnos ebbe a hibába, hogy eladtuk a labdákat, vagy kihagytuk, és nem futottunk becsülettel vissza, és ott kaptunk azt hiszem jó pár gólt ebből. Az első félidőnek ez volt az eredménye, a második félidőben remekül játszottunk, de hát azért ezt a 7 gólt nagyon nehéz ledolgozni egy ilyen szintű csapat ellen. Hát az első félidőben túl nagy előtt adtunk ennek a dán csapatnak, aki ezt a 7 gólt azért meg tudta tartani, de én úgy érzem, volt esélyünk a második félidőben, hogy feljöjjünk. Sajnos ott is becsúszott egy-két hiba, de szerintem a világbajnokság legjobb második félidejét produkáltuk. Támadásban viszont talán az egyik legrosszabbat az első játék részben. Mi volt ennek a blokknak az oka? Hát az elején úgy érzem, megvoltak a helyzetek, az csak kivétel lánnén az ittszereket, utána kicsit szétesett a támadójáték, és eladtuk a labdákat, és ebből gyorsítás gólokat kaptunk. Szóval a első félidő vége felé újra összeállt a védekezés, vagy a támadás, utána meg a védekezés sajnos nem volt az igazi, és hogy mindig valami nem működött. A másik félben szerintem mind a kettő jól működött, és közelebb is jöttünk, és sajnos nem értük utol a dánokat. Szerintem ez nagy dolog, hogy benne vagyunk világ legjobb 8 csapatába. Nagyon erős a mezőre, rendkívül sok jó csapat maradt ki ebből a 8-ból. Jó úton haladunk, most volt egy kis játékos váltás, de azért még jönnek vissza ez játékosok, gondolok itt a Fecire, de szerintem lehet ebből építkezni, és jobbak leszünk. Ledolgozhatónak érzed rövid távon ezeket a különbségeket, amikről most beszéltél? Hát nagyon bízom benne, hogy ez így lesz, és akkor tudunk előrébb lépni. Ott vagyunk, úgy érzem én is, hogy a 8 csapatban mindenképpen, de szerettük már megmutatni, hogy meg tudjuk verni ezt a dán csapatot, akit a torna top favoritjának tartanak, és úgy érzem, hogy ha nem ilyen első félidőt produkálunk, akkor lett is van esélyünk, de hát nincsen ha, úgyhogy nagyon sajnálom, hogy kiestünk.